Sziasztok mindenkinek! Először is elnézést a zajokért, de a reptérhez nem messze lakunk, és ilyenkor csütörtökönként gyakorlatoznak, úgyhogy ha ilyen légi suhanásokat, örvényeket hallotok, akkor az ezért lesz, és mivel egész nap ez lesz ma, nem tudom kivágni a videóból. Térjünk is rá a lényegre, miért is vagyok itt? Na most ez egy rendhagyó videó lesz, hiszen az előző videómat, hogyha néztétek, akkor egy páran már kíváncsiskodtatok a kommenteknél, hogy egy bejelentést szeretnék tenni. Egész este ezen gondolkoztam, úgyhogy mondjam el nektek, de nem jutottam semmire, úgyhogy úgy voltam vele, hogy elindítom ezt a felvételt, aztán ami lesz, lesz. Nem tudok erre rákészülni igazából, de az biztos, hogy nektek is tudnotok kell róla. Hát igen, igaz a hír, babát várok, és már eléggé előre haladott állapotban van a terhességem, hogy így fogalmazzak, de úgy gondoltam, hogy most már nektek is ideje ezt tudni. Aki ismeri a csatornát és követi, az tudja, hogy én nagyon szerettem volna a kisfiamnak egy kis testvért, és mivel ő már 6 éves lesz most májusban, ezért már úgy voltam vele, hogy én már 3-4 éves korában szerettem volna, hogyha lesz, de visszamentem, dolgoztam, éltem az életem egy kicsit újra, annyira nem volt még fontos, de azért így 30-on túl már azt mondom, hogy dolgozni bármikor tudok, életem végéig, de szülni nem fogok 40-50 évesen, és még adtam magamnak egy esélyt tavaly decemberig, hogy addig terhesnek kell lennem, és sikerült, és úgy voltam vele, hogyha decemberig nem, akkor már nem is szeretnék több babát, de viszont érdekes módon a kisfiam az, ő a semmiből jött, hogy így mondjam, nem volt tervezve, ő pedig a kisbaba, aki most itt van a hasamban, ő pedig tervezett volt, és egy év után érkezik meg hozzánk, vagy egy év próbálkozás után ki, hogy veszi. Voltak neki előzményei, mindegy, arról most nem beszélnék, voltak rossz dolgok is itt, még mielőtt ő megfogant, de biztos, hogy az azért történt, hogy ő a világra jöhessen. Úgyhogy ma vagyok kereken 37-es, az azt jelenti, hogy 10 hetem van hátra, hogyha időben érkezik. Ha meg hamarabb, akkor olyan 2 hónap, tehát 8-10 hét. Elvileg a második az hamarabb is szokott jönni meg. Elvileg nem is fog fájni annyira a szülés, de így, hogy már túl vagyok egy szülésen, egy nehéz szülésen, szerintem én már mindent ki fogok bírni, tudom, hogy mire számítsak, úgyhogy nincsenek bennem félelmek. Jobban félek attól, hogy mi lesz itthon, amíg én a kórházban leszek, őszintén megmondom, hogy kisfiammal ki, hogy mit, merre. Igen, úgyhogy tavaly szeptemberben tudtam meg, hogy kisbabám lesz, és nem ismertem senkinek mondani, ugye az első 12 hét az egy olyan kritikus időpont, és amikor megtudtam, hogy minden oké, és akkor már igazából már nem volt titok. Az első 12 hét az borzasztó volt, még rosszabb volt, mint a kisfiammal, hányás, alvás, hányás, alvás. Tényleg mindent kívántam, de közben mindent kihánytam. Egész nap aludtam volna, mint akit leütöttek. És akkor a 13. hétnél így, mintha elvágták volna, és új erővel, energiával. És biztos azért észrevettétek, hogy azért ezt már titkolni úgy nem nagyon lehet, mert eléggé ki vagyok kerekedve, bár a testemből sokat nem láttok. Eddig sajnos 15 kilónál tartok, 15-14, 54 kilóról indultam, és 68 kiló voltam legutóbb, több mint egy hónapja, szerintem megvan az már 70 is, őszintén megmondom, nem nézem, mit eszek, én éhes vagyok állandóan, akkor eszek, a kisfiamnál 13 kilót híztam a szülésig, hát itt már megdőlt, már több, és még hol van a szülés, úgyhogy ismerem magamat, és tudom, hogy
a szoptatással, meg a szülés után rengeteg víz távozik belőlem, meg ugye úgy le fognak olvadni ezek a kilók, hogy hiszem, hogy újra visszakapom a régi alakomat, de ha nem, akkor meg majd. Tehát ez már engem nem érdekel tulajdonképpen, hogy én újra egyből 55 kiló legyek, majd ahogy alakul, nem ez a legfontosabb most, hanem az, hogy egészséges legyen, és nagyon-nagyon várjuk már. Marcika is várja, és tényleg 6 év lesz köztük. Van ennek előnye, hátránya is. Ugye előnyök az, hogy már a fiam egy önálló személyiség, egyedül öltözik, hát öltözne, ha hagynám, de most majd hagyom. Tehát az öltözés, ugye az evés, eljátszik egyedül, megvannak a kis dolgai, így nem kell úgymond két kisgyerekkel bénáznom, de viszont ők nem hinném, hogy együtt fognak játszani. Talán majd, hogyha a kicsi már lesz mondjuk 3-4, ő meg lesz 7-10 éves, akkor lehet, de most ugye teljesen különböző korosztály és más érdekli őket. Ennek ellenére azt mondom, hogy kellett mindenképpen egy testvér neki. Neki is biztos nehéz lesz, nekem is, de az elején lesz segítségem, és megpróbálok minél több időt vele is együtt tölteni, hogy ne érezze az, hogy ő ki van így közösítve, vagy hogy is mondjam, hogy ő már nem olyan fontos, mert nekem mind ugyanolyan fontos lesz. Úgyhogy lényegében ennyi lett volna ez a bejelentős videó, és ez nagyban változtatja majd meg a csatornát, hiszen már most én nem nagyon költök ilyen sminkekre, stb. Tehát hol videót már nem fogtok tőlem látni. Már most nem járok ruhákat venni magamnak, mert minek. Tehát én kismama ruhákra nagyon nem költök, azért meg, hogy 2 hónapig még hordjam, tök felesleges, azért meg nem fogok megvenni egy SS ruhát, hogy majd jó lesz, tehát hol videókat se fogtok látni tőlem, de viszont videót még szeretnék majd csinálni arról, hogy mit viszek a kórházi táskába, illetve még egy videót szeretnék a terhességgel kapcsolatos vizsgálatokról, illetve véleményemről alkotni. És aztán, hogyha megszületik a baba május végén, akkor valószínű, hogy egy hónap, 6 hétre el fogok tűnni, bár lesz segítségem, de biztos vagyok benne, hogy videózni nem fogok. Úgyhogy majd augusztusban újra beindul a csatorna, de hogy milyen témákkal, azt nem tudom, és hogy mennyi időm lesz. Természetesen addig még fogok jelentkezni, tehát májusig még nem fogok itt elhanyagolni senkit, de lehet, hogy babás témák is lesznek majd, illetve tippek, tanácsok, az újszülöttel kapcsolatban, szülési élmények beszámolása, ezeket tervezem igazából. Úgyhogy szerintem megmutatom nektek a hasamat. Szóval így a végére megmutatom nektek a hasamat, amiből remélem, hogy láttok is valamit, és megpróbálom lentébb húzni a kamerát, így, tehát olyan hastályba. Hát ez van most, a 30. hét, így talán jobban látszik. Annyira nem mondanám nagynak, kicsinek se, hát olyan átlagos is. Azért látszik, hogy na, volt hova hízni. Ekkora az én kis pocakom. Arra gondoltam, hogy itt a végén egy kis csavart is rakok ebbe a videóba, hiszen elfelejtettem nektek mondani, hogy kisfiút vagy kislányt várok, és szerintem sokatokat érdekel, úgyhogy ez pedig a macskám fogja veletek közölni. Mindjárt meg is mutatom, miről beszélek. Meg fogjuk keresni a macskámat, Csokoládét, aki alszik, és lesz nála egy szalag, ami el fog járulni, hogy ez a kis babuci fiú vagy lány, úgyhogy tartsatok vele. Mit csinálsz? Itt a szalag? Milyen színű ez a szalag? Szia, kicsim, alszol?
van csokoládé. Mondjad anyának. Puszi, szereted anyát? Szika, úgy néz ki, hogy a fekete-fehér effekten maradt a kamera, úgyhogy még egyszer oda kapcsolok nektek, és akkor kiderül a rejtély. Kislány lesz. Igen, mondjad. Kislány lesz. Kislány lesz. Igen. Igen. Kislány lesz. Kislányom lesz, és nagyon-nagyon boldog vagyok, bár őszintén megmondva, egy kisfiúnak is ugyanúgy tudtam volna örülni. Itt az volt a lényeg, hogy egészséges legyen. Természetesen a fiúk is ugyanolyan aranyosak, én már tudom, csak hiszen van egy kisfiam, de egy lány, egy anyának, az pedig egy kis hercegnő, tehát én ugye elmentem már vásárolni ruhákat, és sokkal jobb csajos cuccok vannak, mint fiúsak, és nagyon élvezem ezeknek a beszerzését. Természetesen egy fiú az mindig az anyukájának a szerelme lesz, a kis szerelme, de egy kis hercegnő az pedig, hát, fantasztikus lesz majd később, hogyha nagyobb lesz, és akkor együtt megyünk vásárolni, meg minden, tényleg remélem, hogy olyan lesz, mint én, hogy ilyen igazi csajos, ilyen sminkelős, meg mit tudom én, szóval annyi mindent elképzeltem már. Úgyhogy kislány lesz, és Viviennek fogják hívni. Ez a név, ez már körülbelül 15 éve megvan nekem. Volt még egy másik név, az pedig a Csenge lett volna. De aztán úgy beszéltük párommal, hogy az a név lesz a név, ami mind a kettőnknek nagyon tetszik, és rövid vezeték neve lesz ugye a gyermeknek, és akkor ahhoz ez illene. Szerintem a Vivien az egy nagyon szép név. Igaz, hogy a 90-es években volt ugye ez a név, mikor még a Julia Roberts-es film volt. Reméljük azért nem ugyanazt a célt vesz irányba. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és megnéztétek a videómat, és további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!